Köszöntöm a háttér nézőit, lássuk, milyen témákkal készültünk. Első körben a Győrben történt brutális családi mészárásról fogunk szót ejteni, szakértővel próbáljuk megfejteni az okokat és a hátteret. Ezt követően sokkal kellemesebb témával folytatjuk, hiszen Póner Hédi és lánya Réka lesz a vendégünk, akik két dalt is elénekelnek nekünk, és természetesen a jótékonysági műsor kapcsán fogunk velük majd beszélgetni. Végezetül pedig játszani fogunk. Az elmúlt adásban már nem sokkal ezelőtt láthatták, hogy akár több százféle társasjáték közül is válogathatunk itt Esztergomban. Újabbakat is kipróbálunk majd itt a stúdióban, úgyhogy tartsanak velünk, ez a mostani kínálatunk, már is kezdünk. A nyugalom megzavarására alkalmas téma következik. Az elmúlt napokban mindenkit megrázott a hír a Győrben történt gyilkosságról, ahol egy apa végzett két gyermekével és végül önmagával is, hogy ennek mik az okozói, mi lehet a háttérben, ezt a témát fogjuk elemezgetni vendégemmel, Baranya Istvánnal. Köszöntelek itt a stúdióban. Ugye te pszichológusként is dolgozol, illetve sokat foglalkoztál ezzel a témával, ami azt gondolom, hogy az elmúlt évek egyik legbrutálisabb. Gyilkossága, öngyilkossága. Sok mindenről fogunk beszélni. Kezdjük az elején, illetve azzal, hogy ennek már előzményei is voltak sok-sok évvel ezelőtt, mert ennek az apának ugye három gyermeke volt, abból az egyik volt a nevelt gyermeke, két saját gyermeke, és az édesanyja az, ami egy közös pont a gyermekeket tekintve, hiszen ő mindegyiknek az édesanyja. No, de itt már évekkel ezelőtt kalapáccsal megverte az asszonyt, amiért ugye őt lecsukták. Hogy indult ez az egész? Köszöntöm én is a nézőket, és köszönöm a meghívást. Hallatlan története van ennek az egész históriának. Talán a tisztánlátás érdekében érdemes a kezdetekig, ha úgy tetszik, visszanyúlni. Most ez a 35-36 éves fiatalember korábban házasságban élt, és ez a három gyerek közül kettő az övé volt, egy pedig a nevelt gyermeke, viszont a három gyermeknek az édesanyja a sajátja, és köztudott, hogy ők házastársi kapcsolatban éltek, nem túl jól, halatlan nagy szerelem volt, de hát ez az úr mindig is féltékeny volt a volt feleségére, rengeteg családi konfliktus, probléma, amit nem lehetett látni, nagyon a később erről mesélt is, és sajnos odáig fajultak akkora dolgok, hogy egy alvó állapotban tetlegesen bántalmazta az akkori volt feleségét, és most a gyerekek szeme látta előtt, nem csak a kalapácsos ütésvágás volt a probléma, hanem az árandó zaklatás, végül pedig a csúcspontjára ért ez a história, és annyira bántalmazta valóban egy kalapáccsal ezt a hölgyet, hogy mentőt és rendőrt kellett hívni. Büntetőeljárás indult, és 5 év börtönre ítélték az urat. Be is vonult ő a börtönbe, és hát jó, magaviselete miatt úgy döntött a börtönbíró, és nyilván a börtönnek a parancsnoka, hogy korábban szabadulhat feltételes módon. Ezt meg is tette. Ők egy Szombathelyen éltek, és ismereteim szerint a cellatársa ajánlotta fel neki, hogy Győrben van egy lakása, és ez az apa, idézőjel mondom, hogy apa, oda költözött. Ezt követően kérte a bíróságot, az ügyészséget, hogy a gyerekeket láthassa, hiszen el volt tőlük tiltva. Az anyát kérdezték, hogy ez lehetséges, ez érdekes módon ebbe belement, és hétvégére láthatásra vitte, küldte a gyerekeket az úrhoz, innen pedig már a történetet ismerjük. Akkor menjünk vissza odáig, hogy nyilvánvalóan, aki ilyet tesz, annak van háttere. Tehát aki arra képes, hogy, mert szerelemféltés az életben sok területen létezik, nyilvánvalóan hála Istennek azért nem így nyilvánulnak meg az emberek, ha szerelemféltésről van szó, hogy kalapácsot ragadnak és megütlegelik akár a feleségüket vagy a kedvesüket. No, de nyilván benne volt valami ilyen kényszer, vagy a szerelemféltés kapcsán ő így vezette le ezt az indulatot. Ez mit jelent ilyenkor? Vagy ebből ki lehet-e indulni, arra következtetni, hogyha már valaki egyszer erre képes, akkor akár a jövőben is megteszi? Több fajták vagyunk, teljesen más minden embernek a lelkülete, nincs két egyforma személyiség, de hogy idáig fajulnak a dolgok, ott egy kóros elmeállapotnak, egy zavart elmeállapotnak, egy személyiség zavarnak kell lennie. Ezt azonban vizsgálni kellett volna már akkor, amikor az a büntény tulajdonképpen megtörtént, de előzőleg is, a családon belül erőszakot nagyon nehéz felderíteni, mert általában titok
fedi, tehát ez nyilván nem nyilvános. Én úgy tudom, hogy a büntető eljárásban igazságügyi szakértő vizsgálta az úrnak az elmeállapotát. Annyira nem találták kórosnak, hogy kényszer gyógykezelésre ítéljék. Egész egyszerűen arra alkalmasnak találták, hogy börtönbe vonuljon, és annak rendje módja szerint ott le is töltötte a büntetését. Hozzáteszem, hogy egy börtön teljesen más világ. A börtön szocializáció, vagy börtön prizonizáció, vagy a szaknyelven mondják, egy sajátságos világ. Semmivel össze nem lehet hasonlítani, és csak akkor engednek hamarabb ki bárkit onnan, hogyha nevelő tiszt, fegyőr, a börtön parancsnoka, és van egy úgynevezett börtönbíró, ha itt tetszik, ez megengedi. Itt pszichológiai vizsgálat nincs. A senki nem vizsgálja, ez a törvénynek talán hiányossága, hogy a civil életben gyereknevelésre ilyen szörnyűséges büntet után alkalmas-e ez az ember. Igen, és akkor van az is, amit mondtál, ami nagyon fontos, hogy időnként az embereket, nyilván akik csak kívülállóként mi olvassuk a híreket, és voltak olyan gyilkosok, vagy olyan büntetett elkövető emberek, akik jó magaviseletre való tekintettel az X megadott letöltendő börtönbüntetésből jóval hamarabb szabadulhatnak. Most szerintem jogosan fölmerül egy átlag emberben a kérdés, hogy ez hogy fordulhat elő ebben az esetben? Nehéz erre válaszolni, mert sajnos a törvény ez szigorú. Én azonban azt gondolom, hogy az igazságügyi pszichológusnak megvan a protokollja arra, hogy bármit tegyen. Ezt úgy képzelje a kedves néző, hogy a pszichológusnak van egy adatszerzési protokollja. Ez három komoly részből áll. Az egyik a személyes beszélgetés, meggyőződés, interjú az alanya, lehet ez bűnöző vagy bárki más. A másik a klinikai adatszerzésben különböző tesztek. Személyiségtesztek, klinikai tesztek, projektív tesztek. Nagyon sok van, ebből is számos következést lehet levonni, és a harmadik pedig a megfigyelés. Hát ez itt nem jöhet szóba, mert ezt az urat a börtönben meg lehetett figyelni, de a civil életben nem. Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból ezek a tesztek elavultak, vagy nem adnak teljes képet erről, ez talán valami hiányosságot is jelent. Tanult emberként azt tudom mondani, hogy vannak olyan eljárások, olyan pszichológiai módszerek, amelyek adhatnak arra felvilágosítást, hogy mennyire alkalmas ez az apa a gyereknevelésre és a közéletbe, de ez egy különleges dolog. Hozzátartozik az, hogy itt egy gyilkosságról és egy öngyilkosságról Igen. van szó. A gyilkosság az egy komoly dolog, óriási bátorság kell hozzá, ugye két típusú gyilkosság van, öngyilkosság van. Az egyik a befejezett, hát ez nyilván halállal végződik, a másik a befejezetlen, tehát a kísérlet. Itt befejezett gyilkosságról volt szó. Én azt gondolom, hogy ez az apa, mondom idézőjelben apa, egy forgatókönyvvel rendelkezett. Ez nem a véletlen műve, ami történt, ő erre készült, ezt tudatosan tette meg. A szakirodalom úgynevezett kiterjesztett gyilkosságnak, öngyilkosságnak definiálja ezt a cselekedetet. Ez arról szól, hogy tulajdonképpen ő akár a házastársával, vagy a hozzátartozó gyerekeket megöli, később önmagával is végez. Nyilván kulcskérdés, hogy a három gyerek közül miért kettőt, és miért egyet hagyott életbe. Köztudott, hogy az öngyilkosok jelentős része üzenetet szokott hagyni a társadalomnak, vagy a hozzátartozónak, levelet ír, bármilyen tárgyat hagy, vagy emlékeket. Én azt gondolom, de csak gondolom, hangsúlyozom, hogy itt ez a kislány volt az üzenet. Hiszen az élete végéig ezt a traumát ő hordozza, állandóan kérdezni fogják, hogy mi történt a testvéreivel, mi történt az édesapjával, és így próbált üzenni. Talán még annyit a kiterjesztett... A kislány végignézte? Én úgy tudom, hogy ő egy külön szobában volt, tévét nézett, talán valamilyen rajzfilmet, tehát az apa tudatosan gondolt róla így. A másik két gyereket becsalta, vagy bevitte jóhiszeműen akkor. Legalábbis a gyerekek úgy gondolták egy külön szobába, mind a kettőt megfojtotta, és ököllel szétverte a fejüket. Igen, de ezek után ugye az a kérdés merül föl, hogy ezt a traumát ki hogyan dolgozza föl, akár ugye az édesanyja, aki elengedte a gyerekeket egy jóhiszeműen nyilván az apához, hogy ebből hogyan lehet egyáltalán kijönni? Mentálisan, egy ilyet feldolgozni. Az előzményét kitárgyaltuk, a bűncselekményt is, és nyilván kulcskérdés a következménye. Ez több ismeretlenes. Én azt gondolom, hogy úgy az édesanyja, de különösen ez a 6 éves kislány, aki ezt többé-kevésbé végignézte, és egy sokkot kapott, úgy definiálja a szakirodalom, hogy poszttraumás stresszavarban szenved, vagy fog szenvedni. Ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon hosszan tartó folyamat, akár élete végig is eltarthat.
Ez általában természeti katasztrófáknál, nemi erőszaknál, vagy ilyen szörnyű büntetteknél olyan emlékképeket vés a központi idegrendszerbe, amelyek állandóan bevillannak, akár álomban, akár tudatosan, olyan hallatlan nagy stressz faktorral rendelkeznek, hogy teljesen megváltoztatja ennek a gyereknek az életét. Nem tud már annyira figyelni a külvilágra, óvakodik és fél a felnőttektől, nagyon hosszan tartó pszichológiai, pedagógiai és család odafigyelésre van szükség, talán ez enyhülhet, de azt gondolom, hogy örök életében hordozni fogja ezeket a tragédiákat. Egy picit erről a háttérről, szerinted ez a hallatlan eset változtat-e valamit az eljárási rendszerben? Illetve van-e, vagy volt-e feltétlenül hiba az eljárási rendszerben? Szakmailag kérdezlek téged, hiszen nyilván kollégáid azok, akik ezekben a dolgokban részt vettek akár. Igen. Jogilag én nem hiszem, nem vagyok jogász, de pontosan az igazságügyminiszter egy vizsgálatot rendelt el, hogy Tövérehegyére nézzék át. Én azt gondolom, hogy eljárásiban nem történt, talán a módszerekben kéne változtatni. Tehát pszichológusként azt mondom, hogy ez egy olyan hallatlan nagy tudomány, hogy érdemes lenne új dolgokat bevinni ezekbe az eljárásokba pszichológiailag. Mondok néhány gondolatot. Tehát ezek a tesztek, amelyeket végeznek felnőttekkel, akár a gyerekekkel, ezek létező dolgok. Gyerekeket például, ha vizsgál egy pszichológus, igazságügyi pszichológus, megnézi a kötődésüket a felnőtthöz, a világhoz, az osztálytársakhoz, családrajzot csinál, farajzokat csinál, felnőttekkel nyilván hasonlót, tehát azt nézik, hogy az egymással való viszonyuk milyen. Egy dolgot azonban nem vizsgál, mégpedig azt, hogy akár a prenatális időszakban, tehát a születés előtt, vagy a születéskor, a natális, vagy a posztnatális időszakban, születés után milyen életük volt mondjuk ennek az apának. Vannak-e feldolgozatlan traumái? Milyen a személyisége? Ezt azt gondolom, hogy sok más mellett egy pszichológiai eszközzel mindenképpen lehetne vizsgálni, méghozzá olyan eszközökkel, ami ezeket feltárja, katatím imaginációs pszichoterápia, így fejezzem ki magam, amely képes arra, hogy egy hipnotikus állapotban, egy módosult tudatállapotban feltárja ezeket a problémákat, elakadásokat és feldolgozza. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ez az egyetlen módszer, amire rá tud világítani. Ez nem tartozik az igazságügyi pszichológiai szakértőnek a protokolljába. Lehet, hogy később beemelik, hallatlan, hogy tudásra és gyakorlatra van szükség, de sokat mondott, talán ezzel többé-kevésbé meg lehetett volna előzni ezt a tragédiát. Köszönöm, hogy itt voltál, és hogy erről a témáról beszéltünk. Hát bízunk benne, hogy ez a tragédia azokra a dolgokra is rávilágít, illetve nyilvánvalóan itt az is a háttérben van, hogyha valakit bármiféle ilyen ér, vagy ennek halvány jelét látja ugye, családon belül, akkor ne maradjon csendben, még ezt a végén egy picit. Ugye? Tehát, hogyha a családon belüli erőszakról van szó, sok esetben nyilván a félelem és egyéb dolgok, tehát most mi itt a stúdióban nyilván könnyebben mondunk dolgokat, más megélni, de azért fontos lenne, hogy ne maradjunk csendben. Azért problémás ez, teljesen indokolt, amit szerkesztő úr mond, mert a családi élet az viszonylag egy zárt világ. Különösen, ahol nukleáris családban élnek, tehát az apa, anyja és a gyerekek, falakon belül sok minden történhet, és most azt kell mondjam pszichológusként és iskola igazgatóként, hogy a legvégső esetben szokott a külvilág, az óvónő, az iskola tudatára jönni, vagy ismerni azokat a problémákat, amelyek évek óta húzódnak. Nagyon nehéz ez. Most gondoljuk végig, hogyha egy óvodás, vagy még annál kisebb gyerekkel bármilyen zaklatás vagy erőszak történik, a gyerek nem felkészült erre. Azt hiszi, hogy ez az életnek a része. Csak amikor az iskolába kerül, rajzol, beszélget a társa, és a tanítónéni arra lesz figyelmes, hogy olyan deviáns dolgokról beszél, ami nem az életnek a része, hanem a deviancia része, akkor indul minden el. Tehát itt az óvónőknek, a védőnőnek, a családsegítő és egyéb szolgálatoknak hallatlan nagy a feladatuk. Én azt gondolom, hogy ezen kell valahol változtatni. Nem vagyunk egyformák, azért ajánlom a gyerekeknek, hogy sportkörben, színjátszókörben, iskolában, óvodában mozogjanak, egy közösséghez tartozzanak. Nagyon fontos és kulcskérdés a család, nagyon fontos és kulcskérdés az intézményrendszer, és nagyon fontos a kettő között. Ennek a háromnak a kapcsolata ideális és optimális, akkor többé-kevésbé részese lehet normál esetben a társadalomnak mindenki, és tud fejlődni. Ezen változtatni kéne, szakirodalom tömkelege foglalkozik a családon belül erőszakkal. Hangsúlyozom, hogy egy új jelzőrendszer kezd kibontakozni Magyarországon, ennek az iskola, óvoda is része, hát bízom benne, hogy ez megóvja
a társadalmat és a gyerekeket ezektől a tragédiáktól. Így legyen. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. És köszönöm a meghívást. És azt hiszem, már észrevette, alul tűnésze én vagyok. De ha eltűnne az arcodjuk, ez a sötét szomorúság. Úgy érezni van a bét rág. Mit tehetnék érted, hogy eljönje a bánatod, ha elkötélmed tőlem a gurusz vázatod. Egy pillanat, egy esély, az RTVE ezt a jótékonysági műsorát indította útjára, reményeink szerint hagyományteremtő szándékkal ebben az évben, és idén a Kemiszi otthon lakóinak gyűjtünk, ugye három otthon lakóinak, ahol fogyatékkal élő gyermekeket és felnőtteket ápolnak. A téma ehhez kapcsolódik majd az elkövetkezendő percekben, és amit hallottak gyönyörű dallamot, azt ugye Réka énekelte nekünk, Hédivel édesanyjával. Köszöntelek benneteket. Beszéltük jó pár év után újra a mi kis megújult stúdiónkban. Igen, köszönjük szépen a meghívást. Nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni. Nyilvánvalóan a műsor egyik legfőbb célja is az volt, hogy az érzékenyítés és az, hogy közelebb vigye ezt a témát az emberekhez, mert Hédi, te hogy tapasztalod? Én azt gondolom, hogy még mindig azért zárkozottak vagyunk, és egy picit úgy távol tartjuk magunkat ettől a témától. Igen, igen, én is így gondolom, bár most egy nagyon kedves és nagyon kellemes meglepetésben volt részem, mielőtt idejöttünk Rékával az otthonban, éppen bent voltak középiskolások, a Balassa iskolának a tanulói, és olyan nyitottságot láttam rajtuk, amit már régen nem, mert teljesen természetes volt az is, hogy amikor jöttek iskolák látogatni karácsony tájékán, akkor néhány gyerek azt mondta az ajtóban, hogy ő lelkileg nem bírja el azt, hogy oda belépjen, és bizony kint maradt. De most ezek a gyerekek vidáman, mosolyogva mindannyian bejöttek az intézetbe, úgyhogy ez jó tapasztalat volt, de valóban ez nem általános. Gyerekkorunkban, bocsáss meg, csak annyit szerettem volna még mondani, hogy gyerekkorunkban, amikor én ott laktam, most is ott lakom, gyerekkorunkban átmentünk a másik oldalra, mert féltünk ettől az intézménytől. Azt tudtuk, hogy ott valami félelmetes dolgok vannak, és hála Isten azért ezen már túl vagyunk. Igen, ez nagyon fontos, és hogy erről beszélni kell, az meg nagyon még fontosabb. Réka, te szeretsz énekelni? Igen. Melyik ének a kedvenced? Ilyenkor karácsonykor a karácsonyi énekeket szereted? Igen. Szoktál az otthonban is énekelni? Szoktam, persze. És kik a barátaid az otthonban? Van a Évike, Vitója. És még? Szandra. Szandra. Meg a Péke. Na, azért, már azt hittem, őt kihagyod. Mosolyogtok, gyönyörűek vagytok és sugároztok, pedig az elmúlt pár hét az nem volt éppen könnyű számotokra, mert Rékával történt valami. Ugye sztrókot kapott. Igen, és le is bénult teljesen a jobb oldala. Hogy történt ez? Van Esztergomban egy csodálatos tánccsoport, értelmi fogyatékos fiatalok táncolnak, és arra próbára a Réka mindig nagyon-nagyon nagy örömmel jár, bár a tánccsoportba, a Brigiékhez. És bár a mozgásában ő az, aki ott a leggyengébb, a többiek azért ügyesebben mozognak, de nagy szeretettel befogadták őt is, és az egyik ilyen próbán október 7-én, még el se kezdtük a próbát, egyik másodpercre a másikra Réka lebénult, összeesett, és hát nagyon nagy hálával gondolok a mentősökre, az esztergomi kórház dolgozóira, és az amerikai úti orvosokra, akik megműtötték, hogy 4 órán belül a Réka műtőbe kerülhetett, úgyhogy most igazándiból a gyógyszerekkel van egy kis gondunk, de teljesen tökéletesen működik, ugyanúgy, mint ugye, előtte. Azért szoktunk időnként találkozni az utcán is, ha más nem Rékával mentek, vagy éppen bicikliztek egy jót, és hát én pont azt mondtuk, hogy hála Istennek semmit nem
nem lehet rajta észrevenni, hogy változott volna rosszabb irányba, sőt, talán igen, még... hogy szomszédasszonyomat idézzem, hogy jobb lesz a gyerek, mint újkorában, mert hogy az agyi vérellátása egy picit a gyógyszerektől és a beültetett stentektől javult. Úgyhogy hát hála jó Istennek, hálát adunk ismét, hogy... És hálát kell adni, bár a jó Isten azért elétek tárt egy-két akadályt, mert pár éve ezelőtt neked is egy komoly műtéted volt. Igen, igen, egy rossz indulatú daganattól szabadítottak meg csodálatos orvosok, és azóta is megszabadulva és boldogan és tünetmentesen. Ez a jó. Énekelünk. És a zeneiskolában dolgozol igen, egyébként igen, a mindennapokban. Igen. Hogy áll nektek össze egy napotok? Erről mesélj egy picit. Hát a Réka egy kicsit kivétel a Szent Ita otthon lakói között, mert ő egyrészt... Az Iszi gálán is szoktunk énekelni, igen, azt kérdezte a Norbi. A többiek teljes egészében bent lakók. Mi csak azért vagyunk sokat bent, mert amikor a munkaidőm úgy kívánja, ugye délután tanítok a zeneiskolában, akkor a környéken nincsen olyan átmeneti szálláshely, ahol egy halmozottan sérült embert pár órára, vagy egy fél napra, vagy másfél napra ott lehetne hagyni, úgyhogy muszáj volt a Rékából is bentlakót csinálni, mert nincs más lehetőség. A többiek nagyon sokan... Udvarra is szoktatok menni, igen. A többiek teljesen bentlakók, és hát van, akinek van családja, és hazaviszik néha, van, aki nagyon sokan vannak az intézetben olyanok, akik egyáltalán nem tarthatnak kapcsolatot a családtagjaikkal, és őnekik ugye mindent az igen. intézet kell, hogy megadjon. Réka szerencsés helyzetben van, mert őneki nem hiányzik az a simogatás, az a játék, az a koncertre járás, az a kutyával való vidám biciklizés, ami a többieknek igen. És pontosan ezért nagyon-nagyon fontos az, amiben most belekezdtetek, és köszönjük szépen, hogy ezt megismerjék a nézők, hogy mi az, amire valójában szükségük van. Ez nagyon fontos lenne részletezni, hogy mi az, amire valójában szükségük van ezeknek az embereknek. Igen. Réka, készültetek karácsonykor valami műsorral az otthonba? A Szent Ritába? Igen. És mit fogtok csinálni? Énekelni. Énekelni. És még? És... Vers? Verselni. Verselni is. Ugye hallottunk egy gyönyörű szép éneket, és majd a beszélgetésünk végén is készültetek nekünk egy meglepetéssel. Azt mondd már el, légy szíves, hogy Rékának ez a fogyatékkal élő, tehát a fogyatékosság az milyen súlyos, és mire képes ő, vagy mire nem képes ő? Hát, mint mondtam, az otthonban a Réka egy jobb állapotú, a Szent Ita otthonban, igen, ami ugye, ha már Réka elmondta, hogy a Szent Ita otthon az a Kemiszinek az egyik otthona a háromból, a pszichiátriai betegek otthona és a tokodaltárói fogyatékos otthon a másik kettő. Réka egy nagyon jó állapotú, bár halmozottan sérült lakónak számít oda bent, mert ő például beszél. Egyre kevesebben vannak, ahogy idősödnek a lakók, egyre kevesebben vannak, akik beszélnek, akik jobban mozognak, úgyhogy... Szandra. A Szandra jól mozog, hála jó Istennek. A barátom. Barátnő, igen, az ikrek közül. Úgyhogy a Rékának egy oxigénhiányos állapot idézte elő az agyi sérülést, ami nem visszafordítható a tudomány mai állása szerint, bár a legújabb állás szerint állítólag mégiscsak tudnak az idegsejtek valamilyen szinten regenerálódni, és hát hála Isten tapasztaljuk is, hogy a Rékánál visszafejlődés nincsen, de pontos diagnózist nem tudtak adni, mert nem egy speciális a sérülése. Uh-huh. Pontosabban, hogy nem egy szokványos, hanem egy speciális a sérülése. Egy speciális. Igen, ez oxigén hiány valamilyen okból, valószínűleg születés után. Nyilván azért erős egy picit, mennyire volt nehéz ezt feldolgozni, és ezzel együtt élni, vagy neked mennyi idő kellett ahhoz, hogy így beálljatok a mindennapokba, ahogy most minden teljesen természetes nektek, ugye? Hát nehéz volt. Először is későn tudtuk meg. Akkoriban még nem volt állandóan CT-vizsgálat, nem lehetett csak úgy bemenni, hanem fél éve. Réka hány éves? 31-ben van. Jól tartja magát. Nagyon, nagyon. Most volt a nagy 30. születésnapi buli a nyáron. A barátokkal. Úgyhogy későn tudtuk meg, és aztán utána én nagyon sokáig azt éreztem, hogy miért pont mi áldozatnak éreztem magunkat, olyan körülbelül kellett ehhez egy olyan 15 év. Aztán utána következett pár olyan év, ami a stagnálás ideje volt, amikor elfogadtam, de még nem nagyon láttam a szépségeit. És hát, hogyha az ember kellően öreg, és érik az életben olyan megpróbáltatások, ami átformálja a világlátását, akkor képes ebben a dologban meglátni a szépséget, ami elsősorban a szeretet, mert ezek a gyerekek óriási szeretetet tudnak adni. Igen. És én a gyerekeknek hívom őket, pedig már lassan 40 fölött van nagyon sok lakó az intézetben, de nekem ők örök gyerekek maradnak, és
És pontosan azért nagyon-nagyon fontos, hogy beszéljünk az ő valódi szükségleteikről. Mert ők is sok-sok szeretetet adnak. Tudni kell azt elfogadni. Tudni kell, hogy milyen módon adják ők ezt a szeretetet. De ami talán még fontosabb, hogy nekik szeretetet tudjunk adni. Tudom, hogy ez ilyen közhelyszerű ez a megfogalmazás, de hogy miben nyilvánul meg ez a szeretet, amit mi adni tudunk nekik, az nagyon fontos. Nagyon kedves barátom éppen minap írt rám, hogy mondjam meg a címet, a helyet, hogy ő ajándékcsomagot szeretne vinni. Ilyenkor karácsony tájékán rengeteg ajándék kerül be az intézetekbe. Édesség, plüssjáték. Ugye Amerikában is a 45 ezer darab plüssmacit behaigálták a jégkorong mérkőzés jegére, és ezzel az emberek azt gondolom önmagukat egy kicsit megnyugtatják, hogy itt a karácsony, itt az advent, tettem valami jót értük. De mi az, amire nekik valóban szükségük van? Egy plusz maci lehet, hogy jó. Egy sütemény, egy csokoládé lehet, hogy jól esik. De a mindennapi életük, a mindennapi rutin, csak arra kell gondolni, hogy nekik feladat az, hogy a folyosón végig tudjon sétálni. Kell hozzá segítség, hogy valaki megfogja a kezét, vagy kivigye arra a gyönyörű udvarra, ami a Szent Ita otthonban például rendelkezésre áll, de úgy tudom, hogy a többi intézetben is. És ezek a mindennapi érintések. Képzeljük el, ha nekünk úgy kellene leélnünk az életünket, hogy soha nem kapunk egy puszit, soha nem ér hozzánk senki, soha nem mosolyog ránk senki. Ez persze nem igaz, mert a gondozónők ezt megteszik, de amikor egy gondozónő vállán óriási teher van, van, hogy 15 gyereket kell, lakót kell egy nap. A kis lelkük valószínűleg, mert annyira tiszta, örökké gyermekek maradnak. Szóval óriási teher van rajtuk, és egyszerűen fizikai képtelenség, hogy lassan, szeretettel, nyugodtan forduljon feléjük, és ez az, amiben ők a legnagyobb hiányt szenvedik, és ezért van szükség érzékenyítésre, hogy merjenek az emberek bemenni, és megérinteni őket, vagy felolvasni egy mesét nekik, vagy dobni egy labdát a kezükbe, vagy csak beszélgetni vele, vagy sétálni egyet a folyosón, vagy egyáltalán csak szólni hozzá. És ezért örülök nagyon annak, hogy a közösségi munka, amit a középiskolások 50 órás közösségi szolgálata lehetővé tesz. Meg a... Mondjad? Van a tónaterem. Most újították fel a szép tornatermet, és a középiskolások most ott voltak, ott adtak nekik egy műsort egy-két órával ezelőtt, azért jutott eszébe. Szóval, hogy ők bemehetnek oda, és ha fiatal korukban megtanulják azt, hogy ezektől az emberektől nem távolodni kell, és nem félni, hanem szeretni őket és segíteni őket, akkor nagyon nagyot léptünk előre. Így van, és nagyon bízunk benne, hogy tényleg ez a műsor egy kicsit ezt jobban kinyitja, és igenis egyébként erről is, és minden hasonló témáról merjünk beszélni, és merjünk tenni. Mert azt már hallottuk ugye az ott dolgozóktól, és ott a szakmabéliektől is, hogy például a segítségnyújtás olyan formában is megvalósítható, amire te is céloztál, hogy önkéntesek oda mennek az otthonokba. És igen, bizonyos keretek, nagyon-nagyon szabályozott keretek között, de erre óriási szükség van. Igen. És hát ugye... majdnem sikerült itt a műsorban megszólaltatnunk Hanna György igazgató urat, aki sajnos nem ért ide, de megkért engem arra, hogy mondjam el, amit ő szeretett volna. A Botján János szakgimnázium igazgatója ő, és megpróbáljuk most már a Ferences gimnázium után egy másik iskolával is felvenni, megpróbáljuk úgy, mint Szent Rita otthon, megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot, és a karácsonyi műsorukba el fogok menni, és el fogom mondani a gyerekeknek azt, hogy miért lenne fontos, hogy ők ezt az 50 óra közösségi szolgálatot, akinek a lelke elég erős hozzá, vagy elég nyitott, hogy ezt ott teljesítsék. Persze nagyon-nagyon szigorú szabályok között nem lehet bármikor. Meg a kisvonat. Fogtok menni májusban, igen. Az az egyik kedvenced. Igen, lehet, hogy oda minden évben azt várják a gyerekek, nagyon gyereknap után át szoktak vonatozni az egész intézmény, aki csak vonatra ültethető, Párkányba szoktatok átvonatozni, és ezt nagyon élvezzük, és májustól májusig ezt várjuk. Szóval, hogy a gyerekek remélhetőleg bátrak lesznek, és elmernek majd menni közéjük, és megmerik ezt lépni, minél hamarabb találkoznak sérült emberekkel, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy az érzékenyítés egyszer már
szükségtelen lesz, mert kellően érzékeny lesz mindenki, mint ahogy például a 3 éves gyerek, sose felejtem el, amikor a Réka a testvérével járt normál óvodába, néha, és hogy azok a pici gyerekek mennyire természetesnek vették, a Rékának a derekáig se értek, de felöltöztették, a kezébe adták a kis ritmus hangszereket. Én ott sírtam állandóan, amikor ezt láttam, mert csodálatos, ahogy a kicsi gyerek, aki tisztán, mindenféle előítélet és félelem nélkül viszonyul a dolgokhoz. Nagyon fontos ez a félelem nélküliség, egy meggyőződésem, hogy a Réka azért van ilyen jól, mert egyszerűen ő nem félt a stroke-tól, ő nem tudta, hogy attól félni kell, hogy abba bele kell halni, ezért aztán gyorsan meggyógyult, és csodálatosan rövid idő alatt. Ennek nagyon örülünk, nagyon sok boldog karácsonyt kívánok neked, Réka, és nagyon hálás. Norbi. Neked is, Norbi. Köszönöm szépen, nagyon drága vagy. És tudod, milyen lesz nekem a legnagyobb ajándék? Az, hogyha anyával itt a végén még egyet énekeltek. Nagyon szívesen. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Jön az ének, és aztán folytatjuk a hátteret. Sok jó tetté, a fotóba megmentetté. Ahogy azt mondtam és említettem, önöknek átalakult itt a stúdió egy igazi játszótérré, hiszen számtalan jobbnál jobb társasjáték hever itt az asztalon, amiből egy párat ki is fogunk próbálni. Ugye nem is olyan régen az egyik adásunkban is pont erről volt téma, és erről beszélgettünk, hogy egyébként a játékunyhón kezdeményezésnek köszönhetően milyen aktív társasjáték élet zajlik Esztergomban, és mennyiféle fajta társasjátékkal tudunk játszani, és hála Istennek a társasjátékok még mindig divatban vannak, és imádnak az emberek velük játszani. Így van, Zoli? Így van. Annak örülünk, hogy a társasjátékozás újra divatba jött, és folyamatosan egyre több játék jelenik meg a hazai piacokon, és nekünk nagy öröm, hogy hétről hétre újabb és újabb játékosokat köszönthetünk tagjaink között. A közel 600 társasjátékunk közül nyilván ilyenkor ünnepek közelettével nagyon-nagyon sokan kérdezik, hogy milyen játékot válasszanak unokának, barátnak, családtagnak, rokonnak, kisfiúnak, kislánynak, és nálunk igazából személyre szólóan igyekszünk tanácsot adni a játékválasztásnál. Nagyon fontos a játékválasztásnál például az, hogy milyen társasjátékozási tapasztalata van valakinek, milyen életkorú az ünnepelt, akinek készülünk valamit megvenni. Nyilván fontos az összeg is, hogy milyen határban gondolkodhatunk, és mi a játékkal az alapvető célunk. Az egyszerű élményszerzéstől valamilyen burkolt készségfejlesztésen át szeretnénk a gyermeknek, vagy az ajándékozottnak valamilyen plusz hozzáadott értéket adni, de alapvetően a játék célja a szórakoztatás, és ez a legfontosabb, hogy a társasjátékozás az szórakoztató program legyen, és arra pedig végtelen mennyiségű játék rendelkezésre áll, a versengő típusoktól, az együttműködőkön keresztül, a kockákkal működő játékoktól, a kártyalapos játékokig, az ügyességi játékok, a kommunikációs játékok, a családi játékok, a parti játékok, a stratégiai játékok, és lehetne a sort folytatni. Hoztunk néhány ízelítőt is, tehát hogy szerintem izgalmas lesz majd bele nézni egyik másikba. És egy másik nagyon fontos dolog, Zoli, szerintem az, hogy te említetted, hogy újra divatba jött hál' Istennek a társasjáték, de én azt látom, hogy a klasszikusok is ugyanúgy visszajöttek és megjelentek. Igen, tehát hogy azért, ha a modernkori társasjátékozásra tekintünk vissza, akkor 1979-ig kell visszanéznünk, mert akkor Németországban az év társasjáték a díjat akkor adták át először. A Nyúl és a Sün című játék kapta meg ezt a díjat, és immár 40 éve, évről évre ez egy igen komoly értékmérő a játékvilágban, amely játék ezt a díjat megkapja, mint például idén ez a mellettünk látható Csak egy nevezetű játék.
Az egy jó minőségi garancia lehet arra, hogy nem fogunk csalódni a játékban. Persze tudni kell, hogy az a játék milyen típusú, amit éppen díjjal jutalmaztak. És hát számos YouTube videó most már ismertető hangulat ajánló megjelenik, ezekről a magyar nyelven is elérhető videókról beszélünk, amelyek alapján a vásárló tud dönteni, a játékos tud dönteni arról, merre induljon el, de hogyha még akkor is bizonytalan, akkor nyugodtan jöhet hozzánk, és ki lehet próbálni élőben ezeket a játékokat, a klasszikusokat is, és a modernkori játékokat egyaránt. Így van, erről beszéltünk. No, hoztál egy-két játékot ide nekünk, és a kollégáknak, mint ahogy múltkor is csak jelezném, hogy hamarosan mi itt megemelkedünk, és az asztal körül fogunk játszani, de egy picit vázol nekünk mondjuk azt, még mindenképpen beszélünk itt, a beszélgetés nyilván ismétlésben is fog menni, és már akkor részben karácsonykor vagy karácsony után leszünk, de mi volt a sláger idén szerinted? Ha több is volt, akkor nyugodtan mondjad. És nagyon sok sláger van, ugye a Harry Potter téma az örök, most újra virágkorán. Hiszen évfordulós a könyv megjelenés, és új könyvkiadások, újra dizájnolt könyvek formájában is a hazai fiatalok ismét elérhetik ezeket a könyveket. És hát a legnagyobb kedvencek most éppen a Harry Potter témában jelennek meg. Például a klasszikus doble játék megjelent a Harry Potteres grafikákkal, és megjelent egy új kooperatív, azaz együttműködő játék is, ami a hét kötet történéseink, szereplőink, varázslataink, gonoszaink keresztül haladt tovább. Ez gyakorlatilag szinte már elérhetetlen is volt így évvége közelettével a boltok polcain. A másik, tehát hogy ez egy ilyen együttműködő játék. A másik az a Csak egy nevezetű játék, és itt most föl is pakoltam. Na akkor azzal kezdünk? Ezzel kezdünk. Ez egy együttműködő játék, tehát hogy a csapatnak az a feladata, hogy azt a játékost, aki most jelen esetben te vagy, húztál egy kártyát, nem látod, hogy milyen szavak vannak rajta, te most azt mondtad, hogy kettes, választottál egy szót erről a papírról, én ezt látom, adtam neked hozzá segítségeket négy szóban. Mondjam, gyorsan. Most már elolvashatod azt a négy szót, igen. Bambusz, emlős, medve és kína. Így van, és akkor most ez alapján, amit most én játékos társként ajánlottam neked szavakat, ezekből a szavakból rá kell jönnöd, hogy vajon mi a te általad választott szó. Hát én tudom. A következőt csinálhatod, egyébként passzolhatsz, hogyha bizonytalan lennél, vagy nem mersz rákérdezni, mert nem mersz rákérdezni, hogyha esetleg nem szeretnéd, hogy a csapat nagyon sok pontot veszítsen, vagy ha nagyon biztos vagy benne, akkor rákérdezel és azt mondod, hogy... Hát nem koala. Hát helyes, nem a koala. Hanem, ugye? Hanem? Panda. Igen, nagyon jó. Jó, tehát ez a játék nagyjából ilyen, igen, erről szól. Ezután letöröljük a szavakat. Új játékos fog mondjuk most én húznék egy kártyát, és te írnál föl, illetve a játékostársak írnának föl szavakat, de csak egyetlen egy szót írhatsz föl, és ami nagyon fontos, hogy szuper titkosan írják föl ezt a játékosok. Aha. Ők maguk sem beszélik meg egymás között, hogy mit írhatnak ebből föl. Ebből a szempontból mi csapat vagyunk egyébként? Csapat vagyunk, csapat? Én nem látom, hogy ti mit csináltok. Igen. Ti írkátok szavakat. Majd utána én behúnyom a szememet, megfordítjátok egymásnak a szavakat, és hogyha ugyanolyan szó jutott volna eszetekbe arról a feladvány szóról, akkor azokat mind le kell törölni, és nekem annyival kevesebb lehetőségem lenne találgatni. Ezért kell jó mélyre menni, és jó távoli asszociációkat is behozni ebben a szavas együttműködő játékban. 13 forduló, 13 szó, nagyon kreatív játék. Igen. Közben itt, gyere ide, Zoli. Megnézzük. Ez a másik olyan játék, amit kipróbálunk, és majd megpróbáljuk úgy ide tenni, hogy a kamera is ezt lássa. És családi játékok is között, a gyerekek között és a családok között lett igen, igen népszerű játék. Csúszkalanda játék neve, és ez is egy együttműködő játék. Én nagyon-nagyon kedvelem azokat a játékokat, amelyikben nem versengünk egymással, hanem közösen kell dolgoznunk, közösen kell feladatokat megoldanunk. És ebben a játékban egy guruló lovagot tudunk 20 kalandos pályán végig követni. Segítenünk kell ennek a figurának, hogy a különböző akadályokat hibátlanul vegye, és ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy a játékosok egy-egy ilyen
kis kallantyúval, egy emelővel tudják irányítani a lovagot, mert ha fölemeljük, akkor ugye a benne lévő csapágygolyó alapján ez a kis lovag elkezd gurulni. És jelen pillanatban nekünk az a feladatunk, hogy ezen a sárga fényes ösvényen eljutassuk a hajótörés szenvedett lovagot a mentőcsónakig. Igen, de várjál. A vízbe. Igen, azért kell közösen mindent megbeszélni, nyugodtan fogd meg azt ott, igen. Emelt föl, én nem, jó, akkor most én itt emelem. Jó, meg lejjebb, úgy, azaz, akkor azt a ez felét. Ez még ér? Ez még ér, azt gondolom, hogy így első próbára ez még ér, azt úgy, jó. Természetesen, hogyha belepottyannánk ebbe az örvénybe, akkor vesztenénk egy életpontot, minthogyha egy számítógépes játék elevenedne meg, csak itt azért arca van, arca van a játékosoknak, és ugye élőben kommunikálunk egymással. Múltkor a krokinol jobban ment nekünk, azt igen. Hiszem. Na. Igen, tehát íme a bizonyíték ott a csapágygolyó a kis lovagban. Igen. És hát 20 kalandos pályán, nyilvánvalóan egyre nehezebb pályákon át vezet a játékosoknak a kaland. Lehet életet veszteni, életet szerezni, ellenségeket gödörbe taszítani, minden pálya végén van egyfajta főellenség, akit hát meg kell ügyesen egy megfelelő kis gödörbe taszítani. Ez egy nagyon-nagyon jó játék gyerekeknek, családoknak is, és hogyha újra lehet játszani nagyon sokszor, hiszen hogyha a 20 pályát teljesítettük, akkor utána már az idővel is lehet játszani. Minél gyorsabban próbáljuk meg. Igen. Minél több hibázás, minél kevesebb hibázással próbáljuk meg célba juttatni. De nézzünk akkor olyat, ami a legkisebbeknek szól. Egy nagyon-nagyon kedves mesés játéksorozat. Ezek alapvetően készségfejlesztő játékokként jelennek meg. Az a különleges bennük, hogy a klasszikus Piroska és a Farkas Hófehérke, Három kismalac, Csipke Rózsika mesetémákon áthaladnak a történetek. Kapunk a dobozban egy nagyon szép képregényt, amit végig tudunk mesélni a gyerekekkel közösen esti meseként. Nagyon jó. És nagyon jó minőségű alkatrészeket kapunk. Lehetővé teszi a játék a szabad játékot is a gyermeknek, hiszen tud vele pakolgatni, történeteket kitalálni. Több játékelem kompatibilis egymással, tehát át tudnak menni egy-egy a kismalaca, a farkas és piroska, meg tudják látogatni egymást, és közös új mesék születhetnek. De alapvetően ez egy feladatlapos játék. Az első és legfontosabb dolog, hogy felépítjük azt a játékteret, amit magán a táblán látunk, majd utána segítségül megkapjuk, hogy a fehér és a kék virágot kell nekünk, virágos ösvényt kell felhasználnunk, uh-huh. És gyakorlatilag piroskának az egyik útvonalat kell felhasználni, hogy bejusson a nagymama házába, és a másik útvonalon pedig a farkasnak kell bejutni, nyilván piroska előtt, mert ugye a történet az út szól. Bizony. Tessék, próbáld ki, hogy melyiket hova most helyeznéd, farkasnak az egyik ajtón, piroskának pedig a másik ebből a kettőből ajtón. Ebből a kettőből kell megoldani, viszonylag egyszerű dolgunk, ez direkt könnyű feladványt választottam, hogy legyen meg a sikerélményünk. Én ezt így. Nagyon jó. Szuperek vagyunk, tehát alapvetően, és akkor jöhet a következő, ez egyébként 48-40 nehezebb feladvány. Azon idején, hogy 4-től 7 éves korig. Így van, tehát most simán vettük ezt az akadályt, és ugye ez azért érdekes, mert hogy fejleszti a gyermekek térbeli tájékozódását is, a probléma megoldó képességét javítja, a koncentrációját, a vizuális észlelését is segíti, nyilván a kis kézügyességét is megdolgoztatja. És ezek a játékok kiválóan alkalmasak arra, hogy az élményszerzés mellett, ahogy mondtam, különböző készségeket játszva tanítson meg a gyerekeknek, és folyamatosan egyre nehezebb feladatok elé fogja állítani a játék. Kezdetben megvan ez a könnyedebb sikerélmény, igen. Megvan az aha élménye, hogy jaj, de jó, ügyes voltam, és újabb kihívásokat próbál keresni, mint mondjuk egy ilyen népmesei témában, hogy akkor újra és újra nekiáll egy-egy elemnek. Amit még nagyon érdemes megmutatni, ez egy magyar fejlesztésű játék, gyönyörű, nem na, csoki figurák, nagyon. nem csoki figurák. Mielőtt még leharapnánk a brémai muzsikusok macskájának igen. Fejét, vagy valami hasonló, hanem ez egy nagyon-nagyon szép és esztétikus játék lett. A Grimm mesék témavilágát dolgozza föl egy családi játékban, ami azért már egy kicsit összetettebb játék, néhány kicsit hosszabb a szabálya, mint mondjuk a piroskának, vagy éppen a csiszkalannak. Igen, ez egy kicsit más. De könnyen játszható, és jól meghatározható, hogy hosszabb vagy rövidebb játékot szeretnék játszani, együttműködőt vagy versengőt, mert hogy erre kínál a játékszabály alternatívákat. És
Hát nekünk most ez az ünnepek alatt az egyik leginkább várt játékom, én nagyon szeretem ezt a játékot, szeretem ezt a mesés témában való kalandozást. Ez abszolút szép, magyar. Esztétikus. Igen, tehát magyar fejlesztő, magyar ötletből alakult ki. Egy nemzetközi együttműködésből született meg maga a játék, így grafikailag és figurálisan és mindenhogy. De alapvetően Szauer Istvánnak a játék a játékötletén alapul. A másik ilyen hasonló családi játék, de ez inkább a kommunikációt és a könnyedebb együttléteket, mondjuk egy ilyen szilveszteri buliban, igen. Amikor beszélgetni szeretnénk, és egy kicsit esetleg jobban, feloldottabban szeretnénk játszani, akkor itt van szintén egy magyar fejlesztő játéka, az Igen című, amiben tulajdonképpen egyszerű kérdéseket teszünk föl, például szereted-e a magyarókrémet, de ezt nem mondod ki hangosan, hogy igen vagy nem, hanem van két kártyád, egy igen és egy nem kártyád, és ami számodra a szívedhez közelebb áll válasz, azt képpel lefele berakod az asztalra, és így tesz minden játékos. Majd meg kell tippelnünk a kör végén, hogy vajon hányan tettek be igen kártyát, és amennyiben jól ismerjük, vagy jól tippeltük meg, akkor pontokat szerzünk. De nem is a pontszerzés a lényeg egy ilyen játéknak, hanem kiderül, hogy te tényleg nem szereted, és pedig együtt élsz a családtagjaiddal már nem tudom hány éve, és akkor kiderül, hogy te mégse szereted a magyarókrémet, és azt hitték rólad, hogy egyébként meg igen. Ez a jó játék azért érdekes, mert hogy vannak könnyebben befogadható kérdéseket is, amiket tényleg gyerekekkel is tudunk játszani, és vannak akár mélyebb elgondolkodtató kérdések is benne. Például, hogyha a párod zombivá válna, akkor mit tennél? Tényleg? Van ilyen kérdés benne, igen. Az egyik kedvenc kérdésem egyébként. Az jó. Nagyon érdekes filozófiai mélységekbe ez lehet ezzel a kérdéssel is akár haladni. Végtelenségig lehetne egyébként mondani és mutatni a játékokat. A lényeg az, hogy szerintem a családok játszanak minél többet együtt, minél többet játszanak a gyerekeikkel, és hogyha döntési helyzetben vannak, hogy vajon milyen játékot szeretnének, akkor nyugodtan keressenek minket, mi jó szívvel segítünk. Így van, ezt akartam mondani, hogyha önök kedvet kaptak ahhoz, hogy játszanak egy jót az ünnepek után, vagy éppen szilveszterre szeretnének valami izgalmas játékot találni maguknak, akkor Zoliékat mindenképpen keressék föl, hiszen van lehetőség választani nagyon sok játék közül, kikölcsönözni, és aztán egy jót szórakozni. Zoli, fölkeltetted az érdeklődésemet megint, úgyhogy örülök, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen. Önöknek pedig további jó játékot kívánunk, így az ünnepek alatt, vagy az ünnepek után. És ha tehetik, akkor maradjanak majd legközelebb is velünk. Ez volt a háttér ezen a héten. A megszokott időpontban mi megyünk rendesen pénteken tovább, és akkor jön majd új témákkal is. A képernyőn már láthatják elérhetőségeinket. Hogyha kérdésük van, vagy ötletük, akkor azt ne tartsák magukban, hanem osszák meg velünk. Minden jót kívánunk, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.